3D, a videó hírügynökség. Töltse le ingyenes applikációnkat iOS-re és Androidra. Chicagóban vagyunk, Illinois államban, és a két évente megrendezésre kerülő, immár 9. alkalommal tartott USA-Afrika Business Summiton vagyunk, ahol rengeteg résztvevő, rengeteg dologról cserél eszmét, a vízről, az üzletről, a jövőről. This summit is very important to me and also our country, because it gives us the opportunity to be able to meet investors, to be able to meet friends, who will be able to help us in achieving our target in terms of collaboration, in terms of partnership and in terms of business opportunity. A megnyitójában is a Kongói Demokratikus Köztársaság miniszterelnöke Augustin Matata Ponyo megemlítette, hogy itt a pillanat, amikor ők is partnereket keresnek, amikor rájöttek, hogy mit kell tenniük az országukkal, és ezt sokszor önerőből nem tudják megtenni. Tapasztalat kell, mert pénz az jó részt van már ezekben az országokban, hiszen természeti kincsek okán az országok maguk, mint a kormányok elég gazdagok már ahhoz, hogy befektessenek. Egyelőre óvatosan teszik, óvatosan keresnek partnereket, meg nem is nagyon vannak rászorulva, hisz a kínaiak ott tolonganak és próbálnak befektetni. De azt mondták ezek az állami vezetők, hogy eljött a pillanat, amikor partnerségre vágynak, nem pedig alamizsnára, nem pedig befektetési tanácsokra, nem demokratikus tanácsokra, nem országirányítási tanácsokra, hanem üzleti partnerekre, akik egyenrangúan tudnak egymással üzletelni, és mindkét fél előnyére tud kialakulni egy olyan együttműködés, amely az országunknak jó. We from Africa, especially from Cameroon, we are here to look at businesses, US businesses who are interested in investing in our country. Because there's a lot of potential here in the United States, so we come here to look at businesses which are interested to invest in Cameroon, especially in agriculture, in mining, in social housing, in infrastructure, which are major projects which we have to sell to the US businesses. This is the mining, all the mining product that we have in our country. So this is the product that we are trying to promote. We are trying to tell investors that they have to come to our country because we are promoting all these products and we would like for them to come and invest. That's actually why we're here. Well, we need, for instance, we need to develop agriculture, mechanize and commercialize agriculture. We need massive road development. We need European companies to invest in our power projects. A Magyar Házak harmadik egységét avatjuk hamarosan Ugandában, Kampalában. Ugye a Magyar Házakról annyit kell tudni, egyfajta inkubátorház az üzletembereknek, egyfajta kis otthon azoknak, akik elmerészkednek mégis egy messzi világot és egy messzi világ üzletembereit meggyőzni, vagy egy messzi világ piacát meghódítani. Egy kis Magyarországot tartunk meg nekik, hogy biztonságos helyről induljanak, és kiszámítható költségekkel tudjanak kalkulálni, amikor neki indulnak.